ősz ezen szakaszában a Sárgödör téren éppen nem lesz olyan program, ami egy picit kihasználatlanná tenni a teret. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad hagyni, hogy ez a gyönyörű présás sor itt maradjon abban az időszakban is egymagában. Ezért gondoltuk, hogy szervezünk ide egy programot, ami a Paksi Bor és Halünnep nevet kapta. A két szervezet, aminek a képviseletében egyébként itt vagyunk, a Paksi Borász C, illetve a Paks Sárgödörtéri Présásztalansok Egyesülete. Gyakorlatilag egy olyan rendezvényt szeretnénk most elindítani, reméljük, hogy hagyomány teremtő, és utána majd évek múlva hagyománygyőrzővé válik. Szerettük volna, hogyha a Paks aztán leginkább kapcsolható, ugye ez a Duna, és ezen belül a halászlé, és hát reméljük, hogy hamarosan Paksa a magyar országos bortérképre is felkerül, és ezért dolgozunk közösen a Sárgödörtéri Présás Tulajdonos Egyesülete és a Paksi Borászok céhe. Ez az összefogás eredménye, ez a szeptember 24-25-én megtartandó rendezvény is, ami hát reméljük, hogy nagyon sok paksi lakosban megmozgatja a vágyat, hogy eljön a Sárgödörtérre, és együtt közösen ünnepeljünk a bor és hal ünnepen. Egy pár mondatot szeretnék szólni a programról. A program 24-én este 6 órakor kezdődik a Dunakorzóról, vagy a Bárkától, mindegy, hogy fogalmazunk, fogunk elindulni, megkoszorozzuk a Dunát. Ugye talán azt mondtuk, hogy a halak nem tudnak fölmenni a szőlőbe, így leviszünk egy kis szőlőt a vízhez a Dunára, és egy szőlőből készült koszorúval megkoszorozzuk a Dunát, és onnan egy kis zene kíséretében felsétálunk ide a Sárgödörtérre, és egy ilyen nyitott pincék estet szeretnénk tartani, és fogunk is tartani, amiben egy kis fákjás felvonás és egyéb programok lesznek. Mindenkit várunk szeretettel, a pincék nyitva lesznek, és várják a paksiakat, és hát nyilván a vidékieket, a környékbelieket is. Szombati napon reggel 6 órától 8 óráig lehet átvenni a halakat, 8 órától kezdődik a halfőző, halászléfőző és egyéb halételek kategóriájában a verseny. Ugye ezt, mint ahogy most mondtam is, kettő kategória az, halászlé és egyéb halételek kategória. Ez 12-ig tart, 12 órakor kell majd adni a mintákat. 16 órára tervezünk a halászléfőző verseny eredményhirdetését. Utána egyeztetések alapján a Vetővirág citerazenekar műsora lenne, majd a SUCK SUK Stand Up társaság műsora, és 19 órától lenne egy, hát mondjuk úgy, hogy eddig Pakson még nem igazán gyakorolt műfaj, a bogyiszlói zenekar és a tönkő zenekar közreműködésével, és természetesen egy profi táncos igénybevételével egy táncházat szeretnénk itt Pakson, és hát úgy gondoljuk, hogy ez az a műsor, ami ehhez a rendezvényhez és ehhez a helyhez illik. Mindenképpen úgy gondoltuk, hogy az idejutást és az innen való távozást is megkönnyítsük, és hát adjuk meg a városlakóknak azt, hogy nyugodtan fogyaszthassanak ezekből a finom paksi borokból, ezért fesztiváljáratot vagy bor és halünnepi járatot fogunk indítani, amit természetesen közölni fogunk, hogy honnan, hova és milyen időszakokban. Ez a Sárgödörtérről fog menni, kvázi a helyi járatnak az útvonalán, és ez természetesen ingyenes. De úgy gondoltuk, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy a városlakók nyugodtan eljöhessenek. És hát ami nagyon-nagyon fontos, még helyi vállalkozóval tárgyalásokat folytattunk arról, hogy nagyon-nagyon jutányos áron itt a halászlé főzés lesz, és a vendégek is nyugodtan jöhetnek. Az, aki nem főz halat, hanem csak kíváncsi, szeretné megkóstolni a paksi borokat, szeretné megkóstolni a finom halászleveket, de ha családdal jön és többen jönnek, itt lehetőség lesz halászlé vásárlására és étkezésre természetesen. Komoly gondot fordítunk arra, hogy minél több présáz legyen nyitva ezen a két estén. A régi tervünk, hogy a nyitott présázak, illetve pincék Sárgödör terét megteremtsük, egy kis lépéssel szeretnénk közelíteni a információkat.